Csaba. Igen? Mikor lesz a következő videó? Nem tudom. Nem rajtam múlik. Miért? Ki múlik? Rajtad. Egész héten hol voltál? Dolgom volt. Mi az a dolgod volt? Hát baszki. Nem működik, Csaba? Faszom tele van már, bazd meg. Nem hiszem, mert komolyan mondom. Tudtad, hogy az a jó, bazd meg, ti csináltatok. Faszom ki van veletek. Ott van 20 motor, bazd meg. Megint ezt a szart kellett nekem odaadni. Az is jó. Csak nem megy. Mi van, mit csinálsz mostanában? Igazából a vállalkozásomat építem, és amíg felfuttatom a vállalkozásomat, addig ennek a majomnak itt bohockodok egy kicsit. Melyik majomnak? Aki fogja a kamerát. Én választottam, ti adtátok megint nekem ezt a szart, bazd meg, a bűnöm, a faszom tele van vele, fogd meg ezt a gecit! Dehogy fogom, mi a baj? Hát, gyerekek azt kérdezik mindenhol, hogy mikor lesz a következő videó. Hm. És mi a Facebookon mindig visszaírunk nekik válaszba, hogy a Csabán múlik az egész, mert a Csaba mostanában nagyon elfoglalt. Ez nem igaz, nem rajta múlik. Mert valami hülyeséget a fejébe vett, és ezért most aztán minden más másodlagos. Hülyeség, mi? Majd látod. Na, jössz még hozzám kuncsorogni. De ez egész jól működik. De azért nem menj gyorsan. Nem megyek. Még mindjárt majd jönnek a szarvasok. Komoly félelmeim vannak. De ne legyenek. Mi? Ne legyenek. Ne legyenek, de legalább tudnál motorozni. Nem tudom motorozni. Nem tudsz. Újabb riga. Mikike, fog működni? Nem fog. Miért nem fog? Miért szeditek szét? Mert... De ez nem. Már akkor a harmadik a héten, ami szét lesz szedve, anélkül, hogy kipróbáltuk volna. De szegény Csaba nehezen fogja viselni, hogy nem ülhet fel a remek rigára. Nem jó, hogy ott hátul állsz, csináljál valamit, bazd meg, nem inket nézzél. Hát legalább, amikor videózok, csinálj úgy, mintha dolgoznál. Tehát az a helyzet, hogy azt kérdezitek, mikor lesz videó, hát szerintem felveszünk még pár jelenetet, és akkor ez a negyedik rész kész van. Nézhető lesz, felkerül a világ hálóra. Van jégkrém? Hogy miközben mi itt keményen küzdünk az életben maradásért. A Dávid küldi az X-motor pólós feszítős képet a tengerpartról, mert hogy a Dávid a tengerparton van, hogy kapja be egy cápa. Így van. Az az anyám. Meg vigye el a cunami. Tehát bunkó vagy? Nem vagyok bunkó. De bunkó vagy. Itt a bunkó Csaba, az te vagy. Te vagy a bunkó. Azért hagyott el a feleséged is, mert bunkó vagy. Elhagytad ő. Ma mehetsz a piros motorral. Ha itt volt az ideje, bazd. Ugye? Örülsz neki, mi? Persze nem ezzel a pirossal. Hogy nem ezzel a pirossal, a piros Vespával. Mi? Most a piros Vespával mehetsz, mert a Dávid ma ezt fogja bontani. Kezd nagyon fájni. Azért inkább gyalogolj. Kezd nagyon fájni a seggecském. Bazd meg, ez bitangerős. Hülye vagy? Biztos ezért késik a videó is. Miért? Mert össze vagy törve. Úgy nézek, mint aki összetört? Mi? De annyira nem, mondjuk mindig ilyen szarul nézek, úgyhogy nagyon nem tudom megállapítani, hogy az miatt emberrel vagy ott a nőd, vagy csak már simán hülye vagy. Na mindegy, én szerintem vegyük fel ezt a motort, mert működik. Miki azt mondta, működik. Mi már nem folyik bele a benzin? Nem, elfogyott az összes. Na Miki, röffensd be ezt a motort, én vesztek egy másik szögből. Csaba, az a jelenet, hogy bemegyünk, és a Mikihez odamész, és ilyen flagman odaköpöd neki, hogy na Miki, működik-e már a Verhovinak? Ez ma megtörtént, azt mondta, működik. Küldd el kutyád. Miért? Mert terrorizál. Ide fog feküdni rám. Valamiért ez a kutya kedvel téged. Még nem tudom, hogy miért, mert semmi kedvelni való nincsen benned. Amikor így csinálok, így mutatok így, az azt jelenti, hogy ide gyere. Mert itt szerkesztett kompozícióban, bazd meg! Érted? Szerkesztett kompozícióban, és te folyamatosan szabotálod a műsor szerkesztésemet! Egy deka sajthoz hány liter tej kell?
Nem tudom ezt így kiszámolni neked most. És akkor másra teszem fel a kérdést, honnan fogsz ennyit helyet szerezni? Megvan erre is a megoldás.